Hétfőre demonstrációt szervez a DK a január 1-én bevezetett útdíj ellen. A részletekről a párt helyi elnöke adott tájékoztatást. Hétfőn dél 11 órakor tervezünk egy demonstrációt, tiltakozva az ellen, hogy Tatabánya és Tata közötti rövid autópálya szakaszt fizetősé tették, amelyel megnő vértesszőlős személygépjármés forgalma, és a korábbi elkerülő utak, amit terveznek a város körül, vagy városok körül, így Tata, Oroszlány, Tatabányára gondolok, azok még nagyon messze távoli jövőben valósulnak meg, azonban a jelenlegi helyi közlekedési rendszer nemhogy javulna ezzel az intézkedéssel, hanem tovább rontja az esélyeit annak, hogy például vértesszőlős egy élhető település legyen. Hát én úgy gondolom, hogy egységes az országos tiltakozás, a mi tagságunk is, és úgy tudom, hogy Tatabánya a polgármesteri hivatalnak sem tetszett ez az ötlet, hogy a Tata és Tatabánya közötti autópálya szakaszt fizetőssé tették. Bízunk benne, hogy lesz hatása a tiltakozásnak, amely megindul, és hát úgy gondolom, hogy országos akciók is lesznek később. A demonstráció felhívó jellegű lesz, a szervezők szerint a közlekedőket nem fogja zavarni. Nem fogunk útlezárást tervezni, egy rövid demonstrációval szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy nem értünk egyet a bevezetett intézkedésekkel.